educația, salvează nația! Educația, salvează nația! Itt még csak gyülekeznek az egyetemisták a HDU 14-es bentlakásánál, rendezik soraikat, a szervezők meg torkuk szakadtából kiabálják a szlogeneket annak reményében, hogy a diáksereg követi példájukat. Nusta se a ferestre, hajde se a proteste! Nusta se a ferestre, hajde se a proteste! Időközben Kolozsvár többi egyetemi kampuszánál, bentlakásainál is gyülekezőt fújnak, a fiatalok a transzparenseiket lóbálva, skandálva indulnak el a főtér irányába. A tüntetésbe a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség is bekapcsolódott, a szervezők szerint 100-150 magyar diák volt jelen a megmozduláson. Miért tartottad fontosnak egy? Mert fontos kiállni a diákok jogaiért. És mit vártok a 6%-tól? Hát a busz bérleteket ingyen és bursza szociális ilyeneket. Azért, mert így az államtól 6%-ot kapunk majd a PIB-ből az oktatásnak. Így jobb körülmények között élhetünk a bentlakásokba, és könnyebben megkaphatjuk az ösztöndíjakat, és reméljük, hogy ebben az oktatási rendszer is javulni fog. Elmondod nekünk te is, hogy miért tartottad fontosnak eljönni a tüntetésre? Azért, mert eddig, ha jól tudom, 3,5%-ot adtak a tanügynek, és hogyha megkapnánk 6%-ot, akkor például a laborokon nem kéne 4-5-ön tömörüljünk egy készülékhez, hanem minden második ember kapna egy készüléket, és akkor könnyebben tudnánk gyakorolni rajta, ami nagyban elősegíteni a fejlődésünket. Közös érdekünk diákoknak, hogy legyen pénz az oktatásnak, nemrég a tanároknak is volt tüntetésük. A tanügy, a diákok és a tanárok közösen alkudják, közösen kell tüntetnünk, hogy az ország fejlődhessen. Az oktatás az első kulcsa annak, hogy valami fejlődés elindulhasson. Gondolod, hogy lesz eredménye? Gondolni nem gondolom, remélem. A KMDS képviseli Kolozsváron a magyar diákok érdekeit, és mikor kihozták az országos rendeletet, úgymond, vagyis megmozdulásnak induló dolgot, akkor mi fontosnak láttuk, hogy ehhez csatlakozzunk legalábbis városi szinten, de ugyanúgy a magyar diák szervezetek Várodon és Vásárhelyen is megmozdulást szerveztek. Tény, hogy mi vagyunk itt a legtöbben Kolozsváron, már mint a magyarok közül, de ez egy nagyon fontos dolog. A tömegidőközben a béketéren is átvonult. A végállomás a Mátyás király szobra előtti tér volt. Itt békésen ugyan, de annál hangosabban követelték jogaikat. 6%-ot a nemzeti össztermékből, jobb bentlakási és tanulási körülményeket. De a tanárok fizetésének és az ösztöndíj alapnak a növelését is kérték. Mi reméljük, hogy ezáltal a bentlakáshelyek növelésre kerülnek, illetve modernizálásra kerülnek a bentlakások, mivel rengeteg panasz érkezett ez irányból, illetve az egyetemek laboratóriumainak, illetve felszereléseinek is a bővítését reméljük evel a megmozdulással, ha megkapjuk a 6%-ot ténylegesen. A diákvezetők arról is tájékoztattak, hogy amennyiben a követeléseik nem oldódnak meg, folytatják a tiltakozó megmozdulásokat, hiszen, mint mondják, az ő jövőjükről van szó.